van az érdeklődés. Hajrá, szatymaz! 8:30 van, az idő 2 fok, és várlak titeket lent reggelizni. Pákata Péter, jó reggelt! Lassan ideje lenne felkelni Farkas tímea, és emeljük a meg... Na jó, én most ezt kérlek, magyarázzátok meg. Bálint és közte van valami? Távolság. Vagy távolság. Hűnyi távolság. Szóval, hogy... Oké. Szép jó reggelt, mindenkinek elkezdjük a mai napot. Tíz nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve kupa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Hey! I say! Hello, Székelyföld, jó reggelt! Elérkeztünk a 6. naphoz, befagy a hátsó, ugyanis mínusz 11 fok van, úgynevezett zergebó hideg van. A mai napon visszamenjünk Ivó mezére, ahol a srácok mountainkártozni fognak, valamint terepszegvézni ebbe a cudar időbe. A csiki sörkostoláson még a fiúk lányok újabb pontokat gyűjthettek, úgyhogy úgy néz ki jelenleg a pontállás, hogy Dezső Bencék 19 pont, 18 pont, Farkas Timiék és 17 pont pedig Royal Szabiék. Úgyhogy ma folytatódik továbbra is a verseny, nézzük meg, hogy hogyan teljesítenek ma a csapatok. De már figyelj, van egy kérdésem. A szegedi őzik-e? Szerinted őzik-e? Hiii! Tegnapi napot egyébként Szabi és Dominik nyerte, úgyhogy ma nekik lesz valamilyen kiváltságuk, előjoguk vagy nehezítés a lehetőségük. És képzeljétek el, miközben jöttünk fölfelé, ezt fölvegyük, kaptunk egy telefont, miszerint a mountainkártos helyszínen mínusz 14 fok van, úgyhogy ez nem lesz játék, valóban elgondolkoztak a szervezők, hogy elindítsák ki a versenyt, mert nagyon durván le van fagyva az út. Szólnunk kell nekik, hogy öltözzenek jó melegen, és ezért ez tényleg egy egyszeres verseny lesz. Na, szevasztok! Egyeztünk meg, hogy találkozunk. Aztán kiderült, hogy mással találkoztál. Legalább szólhattál volna, hogy ne álljak a mező szélén, mint egy idióta hülye. Oh yeah. Srácok, megérkeztünk, valutassam be nektek Cepita Fáradt Bakancs élményközpontnak a tulajdonosát, ugyanis ő hívott el minket ma egy kis programozásra, úgyhogy mesélj majd, mi lesz, hogy lesz, mikor indulunk Montenegróba. Figyeljetek, fogunk csinálni. Mindig azt mondanám legelőször, ami a rossz. Mert ugye az jót, azt mindenki megszokta, a rossz az, nehezebben barátkozunk. Tehát a következő van. Mivel, hogy mínusz 13 fok volt, ezért a Montenegrótokban az olaj, ami a fékhatást kerti, sajnos, hogy belekötött. Meglehelik, az jobb. Tehát hiába leheljük, mert forró, mi már mindent megpróbáltunk, sőt, azt is mondhatom, az éjjel fészemmel aludtunk, hogy hátha esnek a hőmérséklet mutató pozitív irányba, de attól eltekintve, figyeljetek csak, van egy másik variáció, van a Segway. Igen. Az egy önegyensúlyozó jármű, amit mindannyian Pesten főként láttatok. Ha ez a kérdés, ha nem fékezek, akkor mennyi kilométer per óra sebességet érhetek el? És hogy ha száraz lenne az út, igen, és fék lenne főként a Montenegróban, akkor garantálnám, hogy 70 fölött. És így, hogy nincs fék? Így, hogy nincs fék, a garantálom, hogy a 112-t már indulóból hívhassuk, hogy nyerjünk körülbelül 15 percet az ideérkezésükre, az alatt, amielőtt te beülsz a kartba, és ereszkedsz körülbelül 150 metert. Akkor Bence. Akkor hívjuk a 112-t. Lehet? Hívjuk és menjünk. Hívjatok és menjünk.
Nos, a feladatokat én fogom mérni, én fogom időre mérni majd, hogy ki és hogyan fog végezni, milyen gyorsan. A pályát azt nagyjából hogy fogjuk kirakni, hogy fog kinézni? Hát a pálya az úgy fog kinézni, hogy lesz egy slalom verseny, ami váltós lesz, Pacsival lehet majd váltani, illetve lesz egy gyorsasági verseny, ami egy picit hosszabb távon fog futni, és az is váltóval lesz. És tehát akkor az lényeg, hogy Pacsira váltanak, időre a slalom és a távolsági verseny is. Jó, hát akkor csekkoljuk le, az a nagyon fontos, hogy 2 pontot gyűjthetnek itt feladatonként a versenyzők, a leggyorsabb nyer, úgyhogy ma ennél a feladatnál összesen 4 pontot lehet nyerni. Hát kíváncsi leszek, hogy ki lesz a leggyorsabb terepszegvélyes csapat. Buksi úgy néz ki, Bencének egy kis nehezítő körülményt adott. Bence, kérlek! Fiatal ember, álljon meg, papírok! Jogosítvány, forga! Álljon meg, fiatal ember, álljon meg! Jogosítvány, forga, mi szeretnék kérni? Őszinte terepszeg. Leszek, nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom, hogy hogyan töltöttem ki a papírokat. Maga hal? Nem hal. Halak. Horoszkóp. Jó, na. Jól megy egyébként, félek, hogy valaki oda fogja magát ütni, reméljük, hogy ez nem történik meg. Na, Farkas Tima is már rajta az eszközön. Timikém, milyen egyenlőre? Én próbáltam már, csak azon nem volt kapaszkodó. De jó. Azon nagyon nagyon. De biztos vagy benne teljesen? Mert úgy érzem, hogy megy. Tehát, hogy ez megy a TikTok is, meg ez is. Közben Szabi vigyázz, elképesztő módon nyomodban van. Szerintem egyik sem megy. Ebből verseny lesz, csak szólok srácok, ebből verseny lesz, jó? Tehát azért úgy trenírozzátok magatokat. Szóval elérkeztünk az első feladathoz, nagyon egyszerű. Ugye minden csapatban 2 vannak, az első versenyzőnek el kell menni a legtávolabbi kék bójához, ott megfordulni és visszajönni és Pacsira váltania, ez a feladat 2 pontot ér, én mérni fogom az időt. Ne felejtsük el, hogy Szabinak és Dominiknak előjoga van, vagy illetve nehezíteni tudják a többiek feladatát, úgy van, úgyhogy srácok, ezt még ma döntsétek el, hogy kivel és mit fogtok csinálni. Én az órát indítom. 3, 2, 1, start! Hajrá, Szabi! Dominik! Gyerünk! Nyomjad! Szélen szembe! Asztalok! Farkas Timi borzasztó tempóval szágúdott el innen mellőlem a rajtmezőről. Hajrá! A kiskékre! Húzd a kiskékre! Szabikám, Dominikról mit gondolsz eddig? Milyen tempót jön? Jó idők megy. Lehet, jó? Egy picit megnyomom neki egy jobban. Na jó, figyelj, 37 másodperc járunk. Gyerünk, Dominik, 37 másodperc! Pacsira váltatok, gyerünk! Dominik, figyelj oda, Pacsira fogtok váltani! Gyerünk, Timi! Gyerünk, szurkoljuk, buzdítsuk! 600-zal, 600-zal! Oda nézd, nézd! Dominik már érkezik. Szabi, ready to go! Fújj! És indul Szabika. Gyerünk, Bence, vigyázz az asszonyra, nem ütjük el! Gyerünk, és pújt, Rebeka elindult! Dominik, gyere kérlek, egy gyors interjú itt a Box utcába, hogy sokkal hogy gyorsan mennék, csak letilt, és meg tudod, hogy 20 hátra, és nem engedi, hogy gyorsan. Ja, letilt, aha. Na jó, gyere Timi, érkezik, váltás mindjárt megvan. Ez rossz idő. Nézni. És Pacsi! Azért ja, le van folytva nyilván a lóban. Elmondanám neked, hogy ez a, mondjuk úgy, hogy egy picit pár plusz kiló ez most segít az előre dőlésben. Milyen? Miről beszélsz? Ja, csak a kabát meg a sisak ugye. Csak a kabát meg a sisak. Nem segít, azt kell, hogy mondjam majd, hogy nem segít. Bajos, ugye! Nyom meg, hogy százza! Gyere! Idő pedig! Timi, itt mi történt? Ezt mondjuk el. Tehát... Hát így jöttem! Így egy kicsit a fékkal... Majdnem elestem. Szurkolás sehol? Semmi? Hajrá! Hajrá! Patrik is suhan. Gyere, nyomjad! Kezed! Rosszat, tojad! Kész! Na jól van, gyerekek, elérkeztünk az első feladat végéhez, amit Szabi és Dominik nyertek meg 1 perc 37 másodperccel, Timiék 1 perc 39 másodperccel, és Bencék pedig 1 perc 42-vel. Hát ez remek, nagyon örülök neki egyébként, Szabi a 11 kilójával valahogy jobban neki dőlt. Olyan rossz volt egyébként, hogy hiába dőltél előre, érezted, hogy a nyaka jön neked, és annyira tol hátra, hogyha akartál, se tudtál előre felemenni. Tudj, jöhet a következő feladat? Nem. Balcsó, legyen ez a feladat! Azt a mindenit! Na megvagytok?
Az a nem semmi. Van valami tehetséged, ami hasznotalan? Elérkeztünk a második szegvélyes feladathoz, Cepi kitalált egy kis nehezítést. Ahogy látod, Bencénél van egy csiki sör egy tálcán. Ezzel együtt kell szlalomban nekik végigmenni a pályán, majd a túloldalon vissza, és a társuk csak akkor indulhat el, hogyha ők beértek. Akkor van meg a két pont, ha ők a leggyorsabbak, és a sör a tálcán marad, és nem esik le. Na most ugye a kérdés az az volt, hogy mi van, hogyha... Így fogja. Na de hát a sörhöz nem lehet hozzáérni, szóval itt nyilván időre, de csak lassan tudják meccselni. Bencé, kezdenek! Kész vagytok? Három, nem, kettő... Nem így. Így. Három, kettő, egy, start! Aj! Nyomja! Iker! Iker! Szabályosan, azaz, Timi elég komoly lendülettel megindult. A másik oldalon jössz vissza! Timi egy kicsit elrontotta ott a kanyart a végén. Gyerünk szívem! Jó lesz az! Nem ejted el! Nem ejted el! Dominik félmetes tempóban indult el. Tolja, egyenlőző sörét teljesen stabilan van, szóló Szabi, pip indulhat! Gyerünk, és ide kell jönni a Patrik mellé! Mondhattam volna, hogy hogy fogja azt a tárcát, hogy könnyebb legyen. Aha. Ez a Szabi, megvan! Pak leáll az óra! Na! Nem tudom, most... Nézzél, menjek még egy kört, hogy esélyük legyen, vagy nem tudom, mit csinálhat, az a baj. Hát jó van, ez a mai nap, ez úgy érzem, hogy easy win. Úgy, és még lesz majd egy izénk is. Ez is pontra ment amúgy? Persze, ez is két pont, akkor már négy pont. Van négy pont pluszunk van. Elmondom neked, ha ezt a mai napot is nyerjük, és még ma is van egy nem büntetés, minek hívják? Nehezítésünk. Úgyhogy, hát sajnos. Sajnos, igazából megint visszakezd jönni a fogatlan bármi csapat a mély bugyrából. Elkezdtünk egy-két fogat növeszteni, az a helyzet. 43 másodperc, hogy Timiék kapnak egy kis büntetést is mellé, de ezzel együtt is Bencékkel ugyanazon a helyen végeztek, viszont teljesen komolyan és határozottan Szabiék 36 másodperc alatt teljesítették a feladatot, szóval ezt is ők nyerték 4 ponttal a zsebben, mehetünk tovább. Mit találtál? Mondom, baszki, nem érzem. Gombát keresettem. Rebeka, Bencének milyen esélyeket latolgatsz, mint gondolsz? Hát, hogyha úgy fog enni, mint ahogy egyébként tud. Az mit jelent, hogy tud? Így betolja az arc. Betegesen gyorsan eszik. Ne. Szörnyen gyorsan, és... Hát most gondoljuk végig, ugye ott van Dominik, meg ott van Patrik. Dominik az, aki akármikor nálunk evett,
ilyen 5-6 falat után azt mondta, hogy hú, annyira fett vagyok. Uh-huh. És akkor Patrik? Bence az, aki azután is eszik, hogy érzi, hogy elég. Full ház. Tehát, hogy ameddig van, addig eszik. Ujjjj. Amúgy sajnos tényleg így van. Patrik meg egyébként válogatós. Mizu, mit gondolunk? Én azt gondolom, hogy már van 4 pontom ma. Szóval, hogyha ezt a Dominik nem nyeri meg, akkor is jók vagyunk. Igen. De én bízom benne, tehát a nehezítés most megkapták a srácok, szóval minden előnye miénk szerintem ahhoz, hogy ezt a feladatot is, és ezeket a pontokat, ez hány pont? 2 ez is? Ez is 2. Hát ezt akkor nyerni kell. Na jó, akkor lássuk. Elkezdődött a munka, igazából. Szóval, gyerekek, én vigyük ki nekik a kaját. A bűnösök azok kanállal lesznek. Hoppá, jó, hogy a büntetés, figyelem. A bűnösök a kanállal. Tehát ez így 150, 350, 150, tehát aki tud számolni, az tudja, hogy hol tartunk. Lenne kérdés. Ez lenne a kajadag, amit ugye Cepinek köszönhetően ez a háznak az lennékes, ez egy verseny lesz. Jó, hogy ezt mondjak hozzá? Szerintem, mit gondolsz, mennyire fogják minket magukat? Szerintem, hogyha nem kell mentőt hívnunk nekik, akkor 10 percre szükségük van. Ha mentőt kell hívnunk, akkor van, aki 5 perc alatt le fogja gyúrni. Előre szólok, hogy nagyon forró, 180 fokon készült, tehát a sajt éget benne. 3, 2, 1, tessék! Hajrá! Lehet őket biztatni, nyugodt lélekkel. Az a probléma. Közben lehet kommentálni, hogy mi történik. Úgyne, azt a nézzel! Úristen! Kézzel! Hogy mondod? A sajt az nem lehet. Ki akarom élvezni, hogy jó lehet. És amúgy nagy. Patrik, mit beszélgessünk közben? Szedketti a húst, hogy meghűljön a közepe. Szedketti a húst. Hallod, Dominik? Finom. Szedd szépen. Szabi közben lehet tanácsokkal látja el Dominikot. Nézzük a tányérokat. Hogy állnak? Az előbb kaptam a tájékoztatást, hogy nem tudom, hogy miért, de kaptam egy olyan előnyt, hogy én választhatom ki, hogy amíg felmegyünk az induló pozícióba, és felvisszük ezt egy platós kocsival, kiválaszthatom, hogy ki üljön a gokárton, vagy nem tudom, hogy mi a pontos neve ennek. És nem tudom, valami taktikai döntést kellene létrehoznom. Most legyek bunkó, és ültessem bele Patrikot a tele lévő hasával. Tudod, mit legyen ez? Meg lehet állni. Aha, csak képzeld el, mekkora lejtő volt ez? 70-nel mész mondjuk. Mi van akkor, hogyha itt engedj le? Jelsz, figyelj, parolok, mindjárt parolok. Woohoo! És akkor ez 70-nel? Ez megvan? Tehát ez nem vicces, ez a sebesség. Durvára nem fog megállni. Na, most, hogy megvolt a teszt, akkor szerinted te erre föl fogsz merülni fönt a izébe? Hát fordulj meg, nézd, olyanról kéne lejjük. Előbb megnézem, hogy a fiúk mit fognak csinálni, és hogyha nagyon veszélyesnek vagy hülyeségnek érzem, akkor skippelem, de egyébként nagyon vicces, csak kicsit hideg. Én átvállalom helyetted akkor. Pluszba is megcsináltad. Te leszel a tesztalany, én azt jó, mondom. Legyen. Ha én túlélem, srácok, akkor le fogok én. Bevállalom tesztalanyként, én élőben először.
lejövök és megnézzük, hogy túlélem-e, hiszen a többiekre még szükség lesz a játék során, úgyhogy megkiderül. Igen, várjatok már, ezt így tudtam végigmondani, hogy... Igen, legalább most megmutatod, hogy milyen vagy valójában. Ájsze! Nem sírülünk-e? Na. Hopp! Jó. Itt vagytok? Nem. Valami itt vagytok! Várjatok, gyertek! És ki fogjuk próbálni ezt a járművet, értem, nézd ide? Látsz? Látok. Ki fogjuk próbálni. Na most az van, hogy Rebecca kapott egy, egy döntési lehetőséget, ami szerint valakinek erre föl kell ülnie, én. És úgy fogunk, úgy fogjuk felszállítani a tett helyszínre. És ez Patrik, te vagy, de lettél kiválasztott a kajálás után. Többiek felpattannak és én bevállaltam, hogy én leszek a De valaki nem jöhet még fel mellém? Én oda fel akarok. Na de vá, állj. Úgy akarok menni, tesó. De üljél fel előbb. Mennyi? De várjál, hogy... Azt mondta, nem, nincs, mennyi. Le szeretném ezt porolni. Azt mondta, mehet, kész vagy. Megzargatta, ja! Megfájdult a fejem az ordibárnál, ja, megnyomtam egy százban! Hellóka! Szép hely! Köszönöm! Mi újság? Hát igazából eléggé félünk, mivel ez egy nyári eszköz, nem szoktuk télen használni, szóval elég parás, szóval. Amit most bevállalt, vagy muszáj volt neki bevállalni. De hogyha észre fogja csinálni, akkor nem lesz probléma. Félek, egy dolgot szeretnék még, hogy semmiképpen se jön Molnár Szabi mögöttem, mikor elindulok. Nem fog menni. Megtisztelő feladat, hogy innen videózhatom Bálintot, ahogy a halálba csúszik. Nem lesz egyébként semmi baja. Hát, én kiszálltam a kocsiból, és majd emeltek nyomottam, hogy úgy kapaszkodtam meg a kényzbe. Szóval már az is nagyon csúszott. Jó lesz, nem lesz itt baj. Egyébként ez a maszk életem egyik legjobb vásárlása volt, mert lefagyna az egész fejem, ha nem lenne rajtam. Nekem lefagyott. Mert nem hoztad a tiedet azért. De elhoztam amúgy. Akkor miért nem vetted fel? Itt van a táskámba. Hát akkor vedd fel. Még a ruhállatom melegít is, tök jó. Na Bálint, gyere már! Mehetek? Zárgassod! Na jó van, gyerekek, állj szél, na! Egyelőre azért nem érzem, hogy megbaszna. Új. Hoppa! Kormányozzál! Hát sajnos innentől nem fogunk túl sok mindent látni a kocsitól. Bálint még bőven gurul egyébként lefele, viszont innen nézve annyira nem para, tehát hogyha ha fékezel, akkor simán tudsz lefele menni. Szánkóval gázabb lenne. Az előbb majdnem belement a fába, amúgy az árakba. Várjál, jöjjek a prostot, parancsok! Igen, vigyázz, nehogy neki sűvítsi a sebességet. De nem, halasz Szabi, ha nem lököd meg, nem fékeztem semmit. Tehát, hogy direkt azért mentem ki az egyedet. Mondom, hogy lárgásra rendesen. De ott azért nem ment, mert öreg vagy. Ja tényleg, ezen van egy ilyen 30 pluszos izéfék. Hát, na jó van, igen, gyerünk. Igen, letilt 30 plusz fölött. Ahogy azért tényleg egy képet nekem, hogy egy rárak az emberre. Persze, mikor forog a kamera. Na nézd meg! Várjál, valami élességet tolatva jönnek vissza. Hát ennyire hülyéket.
be fogjuk lökni Dominikot most Patrikkal ketten, és reméljük, hogy felveszi azt a sebességet, hogy már lehet már haladni, mert Bálint az Tata módjára ment. Lássuk! Júj, már menni akar? Mert hát, és felugrunk hátul. Dezső Bence vagyok, és itt ez a csúszó hülye! Lehet, hogy gondolok el. Amen. Gyorsan, de nagyon lökítek fel! Egyébként itt hátul voltak az én huncut dolgok, mert elindultunk, a fiúk gyakorlatilag futva szálltak föl a közlekedési úgy eszközre. Úgy neked estem, érezted? Jó volt. Én meg elfelejtettem, szerettem, hogy nekem estél. Na, ez is megvolt, még sincs karácsony. Tegyük fel a eszközt. Aztán. Hát igen, mert csak zsákolni tudtam akkor is, ugye? Na mindegy. Az egyik, a másik, hogy még egyszer kiakulózunk. Na, hát Cepi, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehettünk. Nagyon szívesen visszavárunk bármikor máskor is, úgyhogy mivel tartozunk ezért a mai napért cserébe. Hát, vegyétek úgy, hogy ez a cég ajándéka volt. Nagyon viszont szépen, van egy utolsó kérésem, köszönjük, hogy a lányomat hadd tegyük boldoggá azzal, hogy ti itt vagytok. Viszont, hogy ő nem lehet itt evel egy időben, mert ő egy másik helyen teljesít. Na. És bízunk benne, hogy majd ő is olyan sikeres lesz, mint ti a szakmátokból. Mit csinál? Ő snowboardozik. Yes! Aha! Yes! Na, az jó. Akkor hajrá, Stomi, akkor küldünk neki egy videót. Bence? Elveszem én az én telómmal. Vedd fel. Gyorsan legyen benne mindenki. Jó. Gyerünk bele. Mondhatom? Mehet. Szia Henny, Dezső Bencevek, itt van a Brodapest összes tagja. Nagyon sajnáljuk, hogy nem vagy itt. Reméljük, hogy következik, hogy fogunk találkozni. És sok sikert neked a versenyhez, nagyon szorítunk, hajrá, hajrá! Csak így tovább nyomjad, szia, szia! Na, ezt akkor el is küldjük neki, jó? Rendben. Köszönjük szépen még egyszer, ennyi lesz volna itt ez a helyszín, folytassuk otthon. Kis toppal? Hát van, amikor. Aha. Így hétvégén muszáj, mert nincsen buszjárat. Hát a hétköznap jövök reggel fél 9-es, dolgozok, mikor, hogy 4 óráig, 5-ig, hanem 6-ig. Na. Szerinted mondd meg nekünk itt, hogy jön itt a hó nekünk, mert nekünk nagyon kellene egy kis hó, hogy tudjunk hószánozni, meg mindenhova menni. De ezt most nem lehet kiszámítani. De hogy azért benne van, tehát hogy most így, vagy ilyen mindig a tér, hogy ilyen nagyon változó? Hát nem mindig a tér, de a tavó lehetett szánozni, és gyerekek tudtak szánkózni, de mindig nem egyforma. Örülök, hogy elhozhatunk idáig. Nagyon szépen, jó egészséget, meg a gyereket is üdvözöljük. A hatodik nap végére értünk, ma a Fáradt Bakancs élményközpontban voltunk, ahol terepszegvény verseny nyomtak végig a fiúk, lányok, ebben volt egy kis slalomozás, volt váltóverseny, illetve volt terepszegvény külön feladat, amit mondjuk egyébként nem pontoztunk, csak mint élmény lehetett begyűjteni. Ezek után a vendéglátónk egy kajálós extra feladatot talált ki, amit végül Bence nyert meg, ki tudja leggyorsabban megenni az adott kaját. Úgyhogy ma Szabiék nyertek, hiszen mindkét szegvényes feladatot ők oldották meg, ezzel 4 ponttal mentek előrébb, és Bencék 2-vel. Szóval jelenleg úgy néz ki a pontverseny, hogy 21-21 pont Bencék és Szabiék között, és 18 pontjuk van Timiéknek. Még most hátra van egy birpong, mert ahogy hazajöttünk, nem bírtuk magunkkal, és úgy döntöttünk, előszedjük a csikisörgyárban vett birpongot, és kipróbáljuk. A szabály a következő. Tehát, a lényeg. Van olyan, hogy ugye nem tele kell tölteni a kormányt. Egy üvegnyit kell kitölteni, hát, az összesbe. Szóval, az a lényeg, hogyha beledobod a labdát, nem tudom, a legfontosabb, hogy nem érhet a könyököd az asztalon túl. Tehát nem nyúlhatsz be így, hanem a könyöködnek itt kell lenni így. Ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de azt mondom, így van. Na, jól tudom. Tehát a könyököd nem nyúlhat át az asztalon túl, tehát innen kell így faszáson dobnod. Akkor van még egy olyan, hogyha belemegy a labda, viszont még nem csaptam bele a kifújhatod. Igen, hanem így pörög, tehát így beledobták, de elkezd pörögni, kifújhatod.
Szerintem ezek a legfontosabb szabályok. Hú, srácok, az a helyzet. Annyit tudjunk, hogy ne lehessen kiütni. Patan, patan. Nehogy. Tessék. Terő, mit gondoltál egy bókot a sarokba? Le vagy maga. Tessék. Na. Fuck! Ez a... Jó! Azt nem tudtad volna. Elkaptam, tesó! Ne! Úgyhogy végre fordult a kocka. Na hallod, legyen az, hogy most, amikor totál ideges Patrik lennünk feszek, most legyen az, hogy még jobban fellosztjuk az agyát azzal, hogy amikor a kajálásnál tudál dobáltam nekem Bence a kaját, akkor azt a pontot ugye az övék lett volna, de Bencék kapták meg miattam, vagy hát miattunk. És most, ugye így is úgyis elvettük volna az övét, és akkor legyen az, hogy most még megmutatjuk neki a felvételt. Ti hülyék vagytok? Ugye a Patrik fel minél jobban. Patrik, gyerekek, hol tárja bal élet? Az lesz. Semmi óriás fesz van ennek. Globál. Most mondom. Bence is meg a... Jó, most lemegyek. Jössz velem kamerával, és elkezd neki mondani, hogy figyú, ez most egy olyan feszültség, amit most meg kell beszélnünk kamerába, mert ezt nem tudom abba hagyni. Tudod, hogy az első napon összebajlóztunk, és hogy nekem még benne van. De gyere fel, mutatunk valamit. Gyere fel, mutatunk valamit, amit jobb lesz. Még így rányolok így a nyakára kicsit, tudod így. Nem kell így agresszív lenni, csak van neki, hogy gyere fel. Jó, nézzük meg a videót először, hogy mi a helyzet. Akkor menjünk most, és amire visszaérünk, itt lesz a videó. Ti megyetek a dénzbe. Meg leszünk, Kati? A kontrasztot kicsit, nem hozzám, Kati. Jó, most tudom, hogy nem tudom abba hagyni, szó nélkül. De hallod, ne foglalkozz le. Nem érdekel, ez most nem érdekel. Ez most itt van a kamera. Ezt most felvesszük. Na, mondjad akkor, mi a problémád? Most röhöghetsz? Hát röhögök is velem, mert most eljöttél le saját magadtól, és megint belém állt. Nem, itt van, láttad, videóztam, mondom, mondd el a problémádat kamerába ide, hogy mi a problémád. Szabi. Na látom, na mondjad! Meg fog ütni téged, inkább hagyni. Akkor is nem fogom. Már az első napon megütött, össze is vesztünk, akkor most mondjad. De most miért kóstolgatsz? Mit kóstolgattam? De most miért jössz ide, hogyha én nyugodtan itt ültem csöndben, és te lejössz a kamerást? Azért, mert látom, hogy itt feszengsz. Nem feszengek. Így beülsz, lejössz, így feszülsz. Mi van? Most azért, mert két pont, mert nem kaptatok meg azt a pontot, most ezért. Nem, most beszéltem az előbb. Igen, mondjad. De most miért igen ezzel, hogy várd meg, hogy mondjam el? Nekem ilyen a mentalitásom. Na rendben, de nem emel fel a hangot. Most beszéltem Bencével. De akkor emel fel a hangomat, amikor akarom, egy-kettő. Te ne flagmálsz velem, érted? De legyősz onnan föntről, tényleg így. Nekem ezzel nevetnem kell. Nevetséges ez az egész helyzet. Hogy tényleg pontokon fogsz összeveszni velünk, pontokon így befeszülsz, hogy ezért lejössz. Lejöttem csöndben fentről. Igen. Te szóltál hozzám, mögöttem, álltál, és hozzám szóltál, mi a f*** bajod van, meg ilyen? Nem látom rajta, hogy feszült. Nincs semmi bajom, Szabolcs. És várd meg, hogy mondjam el. Az előbb beszéltem a Bencével, és azt mondta, hogy tényleg kint fogtam meg az asztalon kívül a labdát, csak ő azért mondta, hogy bent fogtam meg, mert akartunk nyerni. És ezt így elengedtem. Ti nyertetek. Tehát akkor vertetek minket először. Nem ütöm meg, miért üssem meg, nincs amiért megütnem. De ne álljon belém, mert nyugodtan, csendben lejöttem. Oké, tudod mit, gyere, felmutatok valamit. Gyere, mutatok valamit, ha megtartom. Menni. Ezt itt a jól van égben. Hát a... Az a helyzet, hogy... Nem ilyen volt a nap. Előjött a nap. De mikor? Hát, kajálás közül. Na mindegy, viszont találtunk valamit. De majd hány látszat leveszünk? Te találtál valamit? Hát igen. Tehát a kajálós verseny. Csak nézd Bencét. Viszont annyi juttasson, Patrik,
hogy ezt a pontot így is úgy is már elvesztettétek volna nektek. És meg a meg. Nem? Én, nézd meg, Bence nyert. Az a ti pontotok lett volna, hallod? Az a ti pontotok lett volna, Patrik. Két pontot így elvágni. Ilyen arra úgy. Én nem figyeltem oda. Gyújt, gyújt. Hele. Globál pass. És ő még nem tudja, hogy vissza fogjuk neki adni most azt a két pontot. Annyira kimondtam volna, de mondom, nem még húzom egy viszont. Beszal, ez jó, hogy így kiment, ez az jó, hogy kiment. Tegyed, ahogy látja, hogy így... De jó. De nem is értem, hogy hogy nem esik le neki, hogy egy ekkora hús hirtelen így... Hát mert nem azt nézi, tesó, mert emészt, hát azt se tudja. Gyere már be! Hát fordnak meg. Nem lesz ér csúnyán, szegény vágó. Ki fogjátok sípolni, meg sípolni, meg Patrik. Nagyon nagy fordnak vagytok. Hát jó, hogy igen, mert szétszabáltam. Erre kellett folyamodjak, mert nem tudtam megenni azt a két darab. De Bence, legjobb barátok vagyunk 7 éve. Át engem. Hát ez soha, most nincs. De amúgy, ha megnézed a felvételt, Dominik sarkalt erre, ő mondta, hogy... De ha nyugtad, nekünk van most 6 pontunk, nektek meg semmi. Most akkor itt a Dominika azt beszéltük, hogy ezt a pontot neked visszaadjuk ebből. Azt a két pontot megkapjátok vissza. Nem, most jó. Akkor nem kell. Nem, úgyis jó. Most amit nyertünk, azt visszanyertük tőled igazából. Tehát most visszaadjuk neked. Jó. Jó? Akkor viszont ki vezet?